A most következő stand-uposunk egyéni látásmódját mindig hihetetlen érdeklődés kíséri, hiszen az első döbbenet után, amikor felmegy a színpadra és összesúg a közönség, Atya Isten, ez a srác vak, egy olyan sajátos világ, egy olyan csodálnivalóan életigenlő és rengeteg humorral fűszerezett, egyéni, elfogadó, és próbáljuk meg a legjobbat kihozni a helyzetből látásmód sugárzik róla, mely magával ragad valamennyünket. Kedves hallgatóink, kedves vendégeink, a Rádió Kabaré színpadán Súlyog Péter. Azért ennyi embert rég nem láttam már egy kupacban így. Azért nem tudom ki az, aki megfigyelte. Fél órára zajlik a felvétel, senki nem mert még a nézőtéren köhögni. Tehát, hogy így... De akkor átfordult a világ ilyen téren, tehát ma már sokkal-sokkal cikibb egy társaságban tüsszenteni, mint szellenteni. Tehát, hogy... Két évvel ezelőtt az ember ilyen mélyről jövő köhögéssel próbálta fedezni a rettenetet egy étterem közepén. Most ez meg fog szerintem fordulni, tehát ilyen harsora szólók fogják elfedni az apró kis ilyen orron keresztett tüsszentéseket. Mert mi van az ember az előzőnél? Bunkó. Utóbbinál tömeggyilkos. Hát inkább akkor az ember nem akar tömeggyilkos lenni, tehát teljesen egyértelmű. Viszont előkerült a nép, tehát ugye most már az utcán is mindenhol jönnek. Én már látom a következő nagy trendet, amit így be lehetne vezetni a divatruháknál. Ugyanis ugyanaz van, mint a vírus előtt, alatt és folyamatosan. Nagyon sokan jönnek, megvan bennük a segítő szándék. Itt, ahogy jöttem befelé, mondták, hogy ne aggódjak, mert hogy fertőtlenítik a mikrofont. Na figyelj, egy nap legalább 8-10 törlik belém a kezüket. Adhok, mert oda jön belém kapaszkodik, tehát hogy be kellene vezetni most már azt a fajta ruhát, ami felkarba is válva belülről fertőtlenítőszert adagol minden szorítás hatására. És meg fognak szerintem jelenni rövidesen ez a dohányos vagyok, nem covidos feliratú póló, és a különböző ilyen magyarázkodási lehetőségek. Szóval, hogy arról kezdtem volt ugye beszélni, hogy ilyen szubkultúrákba rendeződünk. Mik azok a helyzetek, amik összetudják hozni az embert kényszerből is akár, és már azt mondják rá, hogy egyfajta szubkultúra. Milyen ilyen élethelyzetek, ami elsőre beugrik? Nyilván a család a legalapabb. Munkahely? Ugye? Van olyan, aki dolgozott már életében? Senki nem jelentkezett önként, még soha sehova. Hát én voltam kollégista, ugye az is egyfajta ilyen szubkultúra, nálunk hatalmas divat volt ez az önkéntesség, reggelente mindig bejött az éjszakás, hát mint felügyelőnek hívtuk, elbődült három nevet, általában azért viszonylag sűrűn belekeveredtem én is, és közölt, hogy önként mennek, jelentkeznek WC takarításra. Tehát, hogy ezek is ilyen különböző kulturális közegek, és akik most nagyon-nagyon le voltak terhelve, az egészségügy. Egészségügyi dolgozó van jelen? Mert akkor egyrészt ő neki külön mély tisztelet. Tehát, hogy én voltam oltáson, beálltam a sorba, muszáj volt nyilván, tehát, hogyha egyszer akarunk valamit, hogy előre mozduljon, a Sputnikot kaptam, nem is volt ezzel az ég egyet a világon semmi baj, oltópontra kellett menni. És itt azért, ha megengedik, akkor elmesélném, mert egy hatalmas élmény ilyen szempontból, és szerintem mindent összefoglal, az oltóponton annyira olajozottan ment minden. Tehát, hogy aki volt szintén, nem tudom ő hogyan járt, de én csak a saját szemszögemből tudom mondani, kint állnak ugye a kiskatonák, és akkor onnétól lehet beljebb jutni. Én kaptam kiskatonát végig, tehát nagyon aranyosak voltak, és ezért szeretném mondani, hogy az én részemről rendkívül olajozott volt, mert hogy az első pillanatról az utolsóig, és nem kellett külön kérni semmi. Az egyik ember jött végig, segített az összes kitöltésben, ugye azért nem kevés az adminisztráció, itt írjál alá, oda kell beállni, nem tudom én. És hát így kérdeztem tőle, hogy azért számukra ez egy ismeretlen közeg, úgy alapvetően. És én voltam ügyfélszolgálatos, kérdezem tőle, hogy régóta vagy ide vezényel? Azt mondja, 3 hete, de hál' Isten jövőre a határa küldenek, vagy jövő héten a határa. És akkor így kérdezem, hogy hát ennyire sok a problémás ügyfél, szóval nem az a baj, hogy udvariasnak kell maradni velük végig, szóval nem lehet ütni puskatussal, szóval inkább 12 órát menetel a határon teljes menetfelszerelésben egy szolgálatban, mint 8 órát itt terelgesse a népet. Maradéktalanul meg tudom érteni, én azért sok időt töltöttem el kórházba, érdekes egyéniségekkel, és ugye a kórházi szoba egy ilyen, amikor úgy összeverődik egy szubkultúra. Szóval, hogy én teljesen megértem azokat az egészségügyiseket, akik kifáradtak már alapból, hiszen mennyi problémás. Nekem volt olyan szobatársam, szemészeten feküdtem ugye viszonylag sűrűn, próbálkoztak különböző dolgokkal. Volt olyan szobatársam, aki így megébredt a műtét után, egyik szeme ugye egy csont leragasztva, másikkal így pislog, nézi az órát, azt a keservit.
én ilyen régóta nem gyújtottam rá. Infúziót így kiakasztott, és ballak kifelé, és akkor így... És ezekkel minden egyszerre kell szegényeknek valamit kezdeni, úgyhogy tényleg minden tiszteletem azoké, akik ezt így végig kiállják, kibírják, és addig, amíg képesek ugye úgy hozzáállni, ahogy. Nyilván mindenkiben ott van a segítő szándék, én azt gondolom, hogy bennünk is nagyon sok esetben próbálunk mindenfélét. Most a legutolsó ilyen gondolatgyanánt volt egy ilyen élményem, pont jöttem errefelé, kis belvárosi utcákon keresztül gyalog, és ugye ott a sarkon le vannak rakva ilyen beton kis cicik, ilyen gombóckák, ez a veszély jelző, hogy a lelapított járdánál nagyon hasznos, tehát nincsen vele semmi baj. Lehetne egy picit szélesebb, azt csak csendben jegyzem meg, hogy akinek ilyen nagy tappancsai vannak, mint én, lehet, hogy simán átlépi, és már a kocsi úton baktat, mire ezt észreveszi. De most kezdett egy ilyen új divat lenni, hogy ezeken a kis gombockákon hagyják a rollereket. Tehát zseniális. Annyi rollert felrúgtam mostanság szerintem, mint ahány békeszerződés Putyin az elmúlt egy néhány évben. Tehát... Szóval borzasztó mennyisége. Na és állok egy ilyen kis sarkon, fülelek, hogy jön-e valami, azt hallom, hogy ott szerencsétlenkedik előttem pont a másik sarkon egy autó. Most egyrészt szerintem borzasztó szégyen, amikor én, legalábbis az ő számára, amikor én vakon szoktam neki a kereszt, hogy te amúgy kereszteződéstől 6 méterre, meg ilyen hasonló dolgokat, ugye a járdára úgy parkolunk fel, hogy a belső 2/3-nak kell szabadon maradni, pedig volt elég idő megtanulni, hogy 2/3-ra kell figyelni. Megint csak azt gondolom, de hogy a belső 2/3 szabadon marad. Na, várakozom egy kicsit, egyszer csak kipattanott egy fiatal srác, szóval gyere, segítek átmenni, mert ide álltam az autóval. Na, mi lenne, ha azzal kezdenéd a segítséget, nem csak nekem, mindenkinek, hogy elállsz innét oda, ahol szabályos. Tehát még mielőtt nekem így valaki szólna, hogy én is szabálytalanul odaálltam, ahová nem kellett volna, megköszönöm a figyelmet, további jó szórakozást kívánok mindenkinek, kitartást, és hát nem tudom, Maksa úr vissza fog jönni, ugye ez is ilyen, hogy vannak-e egymással szembe élményeink. És Maksának volt egy ilyen felvetése, elmondta, azt még, ha megengedett Zoli most már ilyen szinte műsoron kívül, mondta ugye ezt a vakok intézetéset, hogy ment fellépni oda, és mondta, hogy előtte volt már neki egy ilyen szép élménye, hogy ballag előtte két vak. Hát ugye egyiknél van nyilván, aki a fal mellett megy, ő használja jobban a botot, és elhangzik ez a klasszik kérdés egyiktől, hogy te láttad a hétvégén a Forma 1-et? Na, csak azt mondja, persze. Hogy ezen nem kell meglepődni, mert a fogalmak ilyen szempontból ugyanazok maradnak, úgyhogy én is, amikor megérkeznek, az az első, hogy derég nem láttalak, és az egy másik kérdés, hogy most se foglak. Na, szóval további jó szórakozást mindenkinek.